Na szevasztok srácok, Alex vagyok, most megcsináljuk a következő Márki becsapszot. Mostanában be ezt a szart egy amúgy a végén ezt a Rare Electrum Players pakot, amiből sose jön semmi. Mert ugye van benne Silver is, nagyon szar, hogy már, de már ilyen 45k-s pak is jobb volt ennél. Négy pak, van egy MLS meccs, tehát egy amerikai és skót, egy angol, meg egy spanyol meccs. Nézzük az elsőt, Vancouver és a Seattle Sounders, igen. Tehát a Xboxos mező. Minimum 2 MLS-es játékos, egy ligában max 4, tehát nem tudtuk volna csinálni abból egészet MLS-ből. Minimum 2 klub, 80-as chemistry, a védelemben van két általában ilyen nagyon gagyi MLS-es. És ugye több ligából lehet meccsen a Valdi, mert ugye csak 4 lett egy ligából, tehát még ezt sem tudtuk egy ligában megcsinálni. Tehát Norvég, Chile, meg egy random ilyen szal 50-es valahonnan. Ja, nem azt, hogy a ratinget nem is kértek, tehát full bronz az egész majdnem. Egy szar gold pakot ad. Nézzük Celtic Rangers, nagy skót rangadó. Egy játékos kert a skót ligából, egy klubból max 4, két liga, 80-as chemistry. Ez az állathatatlan Defoe itt jobb hátvédbe ST pozícióba. Ő a skót ligás, amúgy a többi az német 3-ból megcsinálva, fóra. Itt csekétek ratinget. És nem van a két liga, így. Premium Gold Pack. Most a Liverpool Tottenham. Egy játékos kellett vagy a Liverpool vagy a Spursből, mi vágtunk jobbra 2 Liverpoolost. Egy nemzetben max 4, 2 ritka. 72-es rating, 85-es chemistry, ugye itt van két Liverpoolos jobbra, plusz még két angol nemzetiségű, de másik ligás, ilyen alsó ligából két bronz, három török, mert négy olasz, illetve megcsinálva. Chemistry egyébként, hogyha mindenkit megvesztek, nincs meg amúgy. Ad egy jumbo gotvakot, még ez is szar szerintem úgy. Valencia Real Madrid mérkőzés az utolsó. Premium Electrum Players pakkért. Valencia vagy Real játékos vagy összesen kellett 2. 3 játékos a spanyol ligából, minimum 3 klub, 74-es rating, 85-es chemistry, egész spanyol ligából lett megcsinálva. És itt a Ordizola, vagy hogy hívják ezt a csávot? Odriozola, Reálos. Van, ja, meg Valenciás is van. Ott a Cochran. Meg a bal. Ja, meg a bal szélső fogalom nincs ki, az tök mindig amúgy. Szóval nagyon könnyű volt, itt nem volt olyan megkötés, hogy mit tudom, X játékos lett egy ligába, úgyhogy azért volt könnyű. Úgyhogy egy nyomva az SBC is. Ja, a szarpak. Amúgy srác, kész van a Marky Matchups. Négy Rare Electrum Players Pack, mindegyik ritka, de csak a fele arany. Nagy szar lesz, 6 játékosból fogják ki egy olyan játékost, érted? Na, sorban jönjünk megint, mint a múltkor, akkor is volt ugye ez a két szar pack az elején. Gold Packban sem is lesz semmi amúgy. Nem, ez nem is... Board, mondjuk egy ritka játékos, vagy nem ritka játékos, egy ritka cucc van benne, úgyhogy... Semmi se lesz ebbe, ha ma még betölt. Bár úgy látom, hogy nem fog. Hát ez egy 82-es Brandt van benne, egy Norrer. Egy fitness, az jó jöhet még. Egy 81-es is van benne. Premium Gold Pack, na lássuk. Ebbe mi lesz? Nem hiszem, hogy lesz valami. Gyakorlatilag semmi nem lesz benne, de egy board van benne. Premium Gold Packban. Egy Reyna. Hát, most ette a paktól ez nem rossz, amúgy. Jó ez. Akár annyira is olcsó, ettől a paktól ez nem rossz. Kettő meccs fel. Jöhet a következő pak,
Jumbo Gold Pack. 24 cut. 3 ritka. Ez is board. Csoda. Egy viszka. És aztán a pián is, de nem. 8-3-as viszka. Hát én a későbbi pakoktól vártam hogy a boardot, nem ettem ezeket a szaroktól. Az a baj, mert semmi amúgy. De tényleg ez lesz, tehát ez igazad van amúgy. Tehát ez lesz. A végén... A Jankor. És akkor van nekünk még két Electrum Players vakunk, két külön fajta. Nézzük ugye a rosszabbikat, csak három ritka van. Ez nem. De szar. Nézzük. Legalább ami értékes szilver legyen benne. De szar. Holland Liga. Ó. Oh! Szóval a srácok sikerült beletrafálnunk egy elég drága, legalább szilverbe. Üdrektes. Igen, itt van egy Leicester City is. Ez is ér azért egy 2005-öt. 2000-et, nem rossz. Portugál ligás, nem fog sokba menni. És ennyi. Jó volt ez srácok, amúgy... Eladjuk, Csipi? Nem tudjuk. Hát akkor Electrum Players Pack, ha nincs board, akkor a silverbe kell reménykedni. Board, inform. A fehér a ízem, amikor jön. Cserisev. Ha? 80-es Cserisev. Nézzük, hogy olcsóbb lesz-e, mint a silver. Ja, olcsóbb. Nem baj, informnak inform. Tehát igazából, ha úgy vesszük, jött két board, ugye? Kettő jött. Egy inform ebből az ötcsöves pakból. Ami... Hát mondjuk, hogy azt nem rossz. És még ráadásul itt van ez a török ligás. Ez rögtön 1000 a coint, már megérte. 72-es kapus, ér olyan ezret se. És még ez az olasz. Aria Udo, 1500 coin. És itt még a végén ez a török liga. Jó, ennyi. Jött egy serisebb, meg egy 20.000-es inform helyett. Egy 20.000-es silver. És srácok, igazából nem is voltak ennyire rossz a marki meccsap, mint a nénye pakok. A fajtái, na ezt most jól elcsesztem. Jött inform, bőrzdiás, hogy nem sikerült nyitnunk. Nem is fogunk amúgy. Ne, sosem el kell feladni. Alex voltam, szavaztok.